Az előkészített szövegkönyvek várták a színészeket a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház bozóki termében kedden. A művészek nem csak az amerikai szerző darabjával, hanem a rendezővel is most találkoztak először. Kovács Lehelt elsősorban színészként ismeri a közönség, hiszen sikeres mozifilmekben és televíziós sorozatokban játszott. A rendezést csak néhány évvel ezelőtt kezdte el, ezért is örült a nyíregyházi felkérésnek. Mivel ez egy új út számomra a rendezés, ezért nem csak ezért, de nyilvánvalóan azonnal kaptam az alkalmon, hogy egy igennel válaszoljak erre. A rövid válasz ez, a hosszú válasz pedig, hogy a színészet után elkezdett ez is kicsit érdekelni, úgymond a rendezés, vagy egy kicsit kitágítani a színházi szakmai hozzáférést egy-egy anyaghoz, és most ezen az úton indultam el. Megetetted a kutyát? Nem. Ne felejtsd el, Kenny, tegnap is elfelejtette. Az nem kutya, hanem egy nagy hájas lusta dög. A mű ötvözi az amerikai dráma irodalom hagyományait az európai abszurd képviselőinek hagyatékával. A nézők, a főhős, Claire szemével látják a világot, aki agyvérzésből gyógyulva egyre élesebben látja azt. Sok-sok sérült és tökéletlen ember, egy család elindul egy road movie-n felfedezni azt, hogy azok az emlékek, amik a főszereplőnk fejéből kiestek, egy bizonyos amnézia miatt, azok hogyan raknak össze egy embert. És ez a történet nyilván tele van abszurd fordulattal, mint egy jó amerikai piszkos anyag, mindenféle dolog előfordul benne. Az előadás szerepeit Szabó Márta, Tóth Károly, Pregicel Fruzsina, Horváth László Attila, István István, Kuti Patricia és Tar Dániel alakítják. A premiért december 16-án a közönség a Művész Stúdióban láthatja majd, amely a lezárás alatt is nyitva lesz, helyet adva gyerekelőadásoknak és zenés esteknek is.